Szatüred város önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket mai díjátadó ünnepségünkön. Külön nagy tisztelettel köszöntöm F. Kovács Sándort, térségünk országgyűlési képviselőjét. Varga Tibor, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kormányhivatal tiszafüredi járási hivatalának vezetőjét. Újvári Imre urat, Tiszafüred város polgármesterét. Vargáné Balogh Irén alpolgármester asszony. Virág Tibor alpolgármester urat. Tiszafüred város önkormányzata képviselőtestületének megjelent tagjait, városunk intézményvezetőit, a díjazottakat, felkészítő pedagógusokat és minden kedves megjelent vendégünket. Hazánk himnusza következik, kérem szíveskedjenek fel. Nem tudjuk úgy a televíziót bekapcsolni,
hogy nem lenne valami híradás, valami pozitív dolog erről az alföldi kisvárosról, a Tiszató fővárosáról. Legyen ez akár kultúra, sport vagy turizmus. Tehát mondhatjuk nyugodtan, hogy Tiszafüred újból elfoglalta azt a helyet, amelyet eddig is kiérdemelt. Tiszafüred újból felkerült a térképre. De ez nem egyszerűen csak a szerencsének köszönhető. Nem annak köszönhető, hogy valaki elkezdte forgatni a földömböt, rábukott az ujjából, és azt mondta, hogy jaj, itt van egy város, hogy elkezdte nézni a térképre. Ennek a munkának, ennek a kitartó munkának gyümölcse az, hogy Tiszafüred újból régi fényében tündököl. Ennek a komoly, kitartó és megtervezett munkának. És ezt a munkát nem egy ember, nem két ember, nem három ember végezte. Eleinte lehet, hogy csak úgy volt, hogy néhányan összeálltak, és azt mondták, hogy újból ki kell a szekeret mozdítani a sárból. De egyre többen csatlakoztak hozzá, idősek, középkorúak, fiatalok, és én azt látom, hogy egy tevékeny, szorgalmas közösségnek megvan az eredménye, megvan a munkájának a gyümölcse, megvan a diákoknak, megvan a pedagógusoknak, megvan a szülőknek, megvan a kultúra szervezőknek, megvan a sportolóknak, és megvan azoknak a tiszafüredieknek, akik a házuk előtt rendbe teszik a portát, akik szépítik ezt a várost. Ez a munka, és ez a gyümölcs, a közös munkának a gyümölcse. És amikor végig tekintünk itt az asztalon, ahol a kupák kitüntetések állnak, akkor azt kell mondani, hogy vannak példák. Vannak jó példák, amelyeket mutatni lehet fiataloknak, utánunk következőknek, azoknak a tiszafüredieknek, akik még hezitálnak. Akik még nem akarnak beállni ebbe a szorgalmas, tevékeny csapatba. De minden évben egyre többen vannak. És minden évben egyre jobb eredményeket látunk Tiszafüredről. Hiszen megújul a város központja, az új piaszcsarnok, orvosi rendelő, óvodák, iskolák, bölcsödék. Van eredménye a munkának. És jó azt látni, amikor ide jön valaki Tiszafüredre, akár 10 év késéssel, vagy innen elszármazott tiszafüredi, amikor visszajön, látja azt a csodálatos várost, amelyet Tiszafüred jelent, de látja a változást, látja a pozitív változást, látja a fejlődést. Én szeretnék gratulálni minden tiszafüredinek. Szeretnék gratulálni ennek a város minden polgárának, ehhez az elért csodálatos eredményhez. És biztos vagyok benne, hogy Tiszafüred nem csak felkerül a térképre, hanem egyre nagyobb pontként világítani fog, mint a tengerpartokon a világító torony, hiszen a Tiszató fővárosának nem csak dolgozni kell, nem csak fejlődni kell, hanem a környező települések számára irányt is kell mutatni. Én még egyszer gratulálok a díjazottaknak, gratulálok az egy éve elvégzett munkához, és kívánom azt, hogy jövőre találkozunk ugyanúgy, megint egy mérföldkővel tovább lépve, és Tiszafüred azt a régi pompáját, vagy annál a réginél sokkal szebb pompáját érje el, mint ez a település, mint ez a város megérdemel. Gratulálok a tiszafüredieknek, gratulálok a kitüntetetteknek, hajrá Tiszafüred, így tovább! Köszönjük szépen, képviselő úr! Tisztelt jelenlévők! Tiszafüred város elismerő díjainak átadása következik. Hagyományvárosunkban, hogy elismerésben részesülnek azok a kiválóságok, akik munkájukkal Tiszafüred hírnevét öregvíték a kulturális, sport, művészeti, tudományos és gazdasági életben. Hölgyeim és uraim! Tiszafüred város önkormányzatának képviselőtestülete az Ifjúságpolitikai, Szociális, Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján Tiszafüred város kiváló tanulója díjat adományoz. A díjat átadására felkérem F. Kovács Sándor képviselőről és Újvári Imre polgármesterét. A Tiszatavi Alapfokú Művészeti Iskola kitüntetései következnek.
Tiszafüred város kiváló művészeti tanulói díjat vehet át Bíró Attila. Attila szorgalma példamutató csoportjának egyik legmegbízhatóbb tagja. Mindig vidám, társaival kedves, tanáraival szemben tiszteletudó. Tanórása mindig felkészülten érkezik. Otthon is sokat gyakorol. Ennek is köszönhetően a legügyesebb táncosok közé tartozik. Gratulálunk! Fekete László Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola kitüntetései következnek. Tiszafüred város kiváló művészeti tanulója, Nagy Lőrinc. Lőrinc szakszofon szakozatos növendék, kiváló közismereti tanulmányi eredményei mellett zenei tanulmányai során rendkívüli tehetségről, szorgalomról és elhivatottságról egy tanúbizonyságot. Korán jelentősen meghaladó hangszeres tudása és zenei érzéke a versenyekben is tükröződik. Az elmúlt évben első helyezést ért el Mezőtúron, illetve Dédestakolcsányban megrendezett regionális szakszofon versenyeken. Ezeken a versenyeken kelet- és észak-magyarországi megyék zeneiskoláinak tanulói vehettek részt. 2019. november 15 és 16-án rendezték meg Komázon az Oktatási Hivatal által kiírt 7. országos szakszofon verseny döntőjét, ahol szintén első helyezést ért el. Lőrinc a tiszafüredi ifjúsági fúvó zenekar legfiatalabb tagja. Szívből gratulálunk! Tiszafüred város kiváló művészeti tanulói díja vehet át Friss Tamás Erhard. Erhard ütőtagozatos növendék. Hangszeres tanulmányai során végig kiegyensúlyozott, kimagasló munkát végzett. Számos alkalommal képviselte az iskoláját szakmai találkozókon, versenyeken. Az elmúlt években az hattagozatos regionális versenyen aranyminősítést szerzett. Tagja a tiszafüredi ifjúsági fúvó zenekarnak. Szívből gratulálunk! Tiszafüred város kiváló művészeti tanulója, Mohácsi Luca. Mohácsi Luca sajnos nem tudott részt venni az ünnepségünk, a díját később időpontban veszik át. Kérem, hallgassák meg a méltatását. Luca ütőhangszeres növendék. Szorgalmával már egészen kisgyermek kora óta példát mutat kortársainak. Munkáját és tehetségét 2019-ben megrendezett regionális ütőversenyen elért aranyminősítés is igazolja. Közvetlen természetével, nyitott gondolkodásával, jó kapcsolatot ápol környezetével, mely minden esetben számíthat is el. A tiszafüredi fúvó zenekar tagjaként elsősorban dallamhangszereken, valamint cintányúlon játszik. A zenekarban végzett munkájának elismeréseként a társai szavazatának köszönhetően 2018-ban megkapta az Év Zenekaros díjat. Szívből gratulálunk! A Bán Zsigmond Református Általános Iskola alapfokú művészeti intézmény és óvoda kitüntetései következnek. Tiszafüred város kiváló általános iskolai tanulója, Fehér Mari Virág. Virág jó tanulmányi eredményével, kimagasló szorgalmával és példamutató magatartásával kitűnik a tanulók közül. Aktív, közösségi ember, zeneiskolai tudásával igazán színesíti az intézmény működését. 2012 óta művészeti tagozat kerámiai szakának tagja. 2018 júniusában művészeti alapvizsgát tett, melyet a bizottság kitűnő eredménnyel értékelt. Tanulmányai során elért kiváló eredményeit a délutáni felkészülésének kitartó munkájának köszönheti. Eredményei
13. országos gyermek és ifjúsági népi kézműves pályázat első díj. 13. országos gyermek és ifjúsági népi kézműves pályázat, ifjú kézművesek országos kiállítás, országos harmadik hely. Elismeréséhez szívből gratulálunk! Tiszafüred város kiváló általános iskolai tanulója, Kovács Lilian. Vivien tanulmányi eredménye és kimagasló szorgalma példamutató. Az iskola társas táncszakán 8. éve táncol. A tanszak 6. évfolyamán művészeti alapvizsgát tett, melyet a vizsgabizottság kitűnő eredményre értékel. Tanulmányai során elért kiváló eredményeit a délutáni felkészüléseknek és vitartó munkájának köszönheti. A táncversenyek, fellépések állandó résztvevője. A tánccsoport szerves része, minden szerves része életének és mindenben segített a társadalmunk. 2019 évi verseny eredményei. Revolution Dance Cup, nemzetközi minősítő táncverseny, Tiszatavi Kupa, ezüst minősítés. Revolution Dance Cup, nemzetközi minősítő táncverseny, tavaszi kupa, arany minősítés. 34. Zuglói Táncfesztivál, 2. helyezés és 1. helyezés. Revolution Dance Group nemzetközi minősítő táncverseny, Mikulás Kupa, 2 ezüst minősítés. Szívből gratulálunk! Köszönjük szépen képviselő úrnak és polgármester úrnak! A Szent Imre Általános Iskola és 3 királyi óra kitüntetései következnek. A díjak átadására felkérem Bargányi Valakén, a polgármester asszony. Tiszafüred város kiváló általános iskolai tanulója, Bíró Attila. Attila minden évben kitűnő bizonyítványt szerzett és nevelőtestületi dicséretben részesült. Pedagógusokkal szemben mindig udvarias, engedelmes. Tanórákon érdeklődő, figyelmes és felkészült. Iskolai ünnepségek rendszeres szereplője. Több tantárgyból vett részt tanulmányi versenyeken. A Neumann angol nyelvi versenyen 4. helyezést ért el. A Szépen szóló szép olvasó versenyen 2. helyezett lett. A Bolyai anyanyelvi csapatversenyen is szép eredménnyel szerepelt. Iskolán kívül 6 éve a Fekete László Zeneiskola népi hegedű tanszakos növendéke. A Tiszatavi Alapfokú Művészeti Iskola néptáncegyüttesének lelkes tagja. 2018-ban Tiszafüred város kiváló tanulója díjban részesült. Rendszeresen látogatja a szentmiséket, lelki fejlődése, katolikus elköteleződése szépen alakul. Szívből gratulálom! Tiszafüred város kiváló általános iskolai tanulója Csesznok Fanni Julianna. Fanni példamutató magatartása, szorgalma és a hitéletben végzett tevékenysége követendő példatársai számára. Az idén alakult Máriás lányok csoportjának lelkes tagja. Tanulmányi eredménye kitűnő. Az osztály közösségének aktív tagja. Iskolai versenyeken gyakran képviseli az osztályát, nemzeti ünnepeinken rendszeresen szerepel. Képzőművészeti és rajzpályázatokon szívesen indul, többször ért el műveivel országos első, második helyezés és külön díjat is. Szívből gratulálom! Tiszafüred város kiváló általános iskolai tanulója, Fodor Virág. Virág tanulmányi eredménye kitűnő, magatartása példamutató. Szerény jellemével, szorgalmával és aktív közösségi tevékenységével példatársai előtt. Minden évben kitűnő bizonyítványt szerzett és nevelőtestületi dicséretben részesült. Több tantárgyból vett részt tanulmányi versenyeken. Rendszeresen indul a Kenguru Matematika versenyen, ahol megyei első, második, ötödik és országos 14. helyezést ért el. A Katolikus Iskolák országos harmadcsepp versenyén matematikából 4. helyezett lett.
Az Rínyi Ilona matematika versenyen a 4. és a 12. helyet szerezte meg, valamint elnyerte a legeredményesebb versenyző díját is. A Neumann 6-osok matematika versenyén az 5. helyezést érte el, de a Bolyai anyanyelvi csapatversenyen is szép eredményeket szerzett. Tanulmányai mellett a sportban is jeleskedik. A Kyokushin karatében több hazai és nemzetközi versenyen sikerült dobogóra állnia. 6 éve kajakozik, mely sportágban idén a vidékbajnokságon 2. helyezést ért el, rendszeres résztvevője számos hazai futóversenynek, ahol szintén kiváló eredményeket ér el. Szívből gratulálunk! Tiszafüred város kiváló általános iskolai tanulója Varga Liza. Liza tanulmányi munkáját szorgalommal lelkiismeretesen végzi. A tanulás után szabad idejét is tartalmasan tölti. Tanulmányi versenyeken gyakran vesz részt, eredményesen szerepelt humántantárgyakból a Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Akadémia levelezős versenyein, a Bolyai anyanyelvi csapatversenyen, az Őseink nyomában hon és népismereti versenyen. Aktív tagja az osztályközösségének. A pedagógusokkal szemben mindig udvarias, engedelmes. Tanórákon figyelmes, érdeklődő, felkészült. Tanórán kívüli programokon, feladatokban is rendszeresen lehet rá számítani. Szentmisékre, egyházi programokra rendszeresen kedvel jár. Az idén alakult Máriás Lányok csoportjának lelkes tagja. Lelki fejlődése ezzel összefüggésben katolikus elköteleződése példaértékű. Szívből gratulálom! Tiszafüredváros kiváló általános iskolai tanulója Kun Sándor. Sándor szorgalmas, lelkiismeretes tanuló. Szabad idejében mostanában versírással foglalkozik, és barátait segíti informatikai tudásával a Hunyadi 1456 Halhatatlan Hőszületék című versenyben. Az osztályközösségének egyik meghatározó tagja. Komoly gondolkodásával, szorgalmával és segítőkészségével társainak követendő példát mutat. Tanórákon aktív, érdeklődő, felkészült. A pedagógusokkal szemben illedelmes, tisztelettudó. Tanítási időn kívül programokon, megemlékezések szereplőjeként is mindig lehet rá számítani. Köszönöm, gratulálunk! Köszönjük szépen a polgármester asszony! A Kossuth Lajos Gimnázium Kossuth Lajos általános iskolájának kitüntetései következnek. A díjak átadására felkérem Virág Tibor alpolgármester urat. Tiszafüred város kiváló általános iskolai tanulója, Hajdú Anna. Anna kedves, szófogadó, szerény viselkedése hamar fokon szenved keltett társai és tanárai körében egyaránt. Nem vezéregyéniség, de jellemével mindig jó irányba terelte formáltak osztályközösségét. Osztályfőnöke és tanárai mindig számíthattak rá az órán kívüli programok szervezésében és lebonyolításában is. Az iskolai és városi ünnepségeken rendszeresen láthatjuk szerepelni. Munkájában pontos, precíz, céltudatos. Kitűnő tanulmányi eredménye is ezt igazolja. Szaktanárai számíthatnak mind a tanulói aktivitására, mind pedig a tanulmányi versenyeken való részvételére. Ezeken rendszerint jól teljesít és szép eredményeket ér el. Tanulmányi munkája elismeréseként a múlt év karácsonyi ünnepségén ő vehette át a Karcagi Tankerületi Központ ajándék laptopját. Szívből gratulálunk! Tiszafüred város kiváló általános iskolai tanulója, Szél Bernadett Sára. Bernadett végtelenül széles látókörű és nagy érdeklődésű tanuló. Csendes, szerény, igazi művész lélek. Csodálatosan rajzol, egyedi stílussal rendelkezik. E képességét rajzpályázatokon kamatoztatja, illetve a saját önkifejezésére használja. Társaival és a felnőttekkel szemben udvarias, tisztelettudó, önzetlen.
sohasem kérkedik, inkább segítőkész, barátságos, színes egyéniség, gazdag lelki világgal. Példás magatartása, szorgalma, megbízhatósággal, pontossággal párosul. Ezen tulajdonságainak köszönhetően kitűnő tanulmányi eredménnyel rendelkezik. Számára a tanulás és a tudás fontos dolog, érték. Aktív órai munkájára mindig lehet számítani. Közösségért végzett munkája példamutató és nélkülözhetetlen. Versenyeredményi. Bólyai anyanyelvi csapatverseny, megyei 16. hely. Bólyai matematika csapatverseny, megyei 30. hely. Bólyai természettudományi csapatverseny, megyei 38. hely. Szívből gratulálunk! Tiszafüred város kiváló általános iskolai tanulója, Tajta Bence Martin. Bence magatartása és szorgalma példamutató, kitűnő tanuló. Tanulmányait, feladatait nagy igyekezettel, odafigyeléssel precízen, pontosan végzi. Társaival, tanítóival nagyon jó a kapcsolata. Tisztelettudó, segítőkész. Mindig mindenben lehet rá számítani. Számos versenyen vett részt, eredményei. A 2017-18-as tanévben Benedekerek mesemondó versenyen 3. helyezés. Vers és prózamondó versenyen 2. helyezés. A 2018-19-es tanévben Benedekerek mesemondó versenyen 3. helyezés. Vers és prózamondó versenyen 2. helyezés. 2019 és 20-as tanévben a Benedekerek mesemondó versenyen 2. helyen végzett. Első osztályos kora óta részt vesz az iskola által hirdetett tehetségkutató versenyeken, magyar nyelv és irodalomból, matematika tantárgyból. Első és második osztályban is 2. helyezett lett mindkét tantárgyból. A sport terén is jeleskedik. Kiváló néptáncosa a Tisza-tavi Alapvető Művészeti Iskolának. 2019. májusában a Tiszató Régió Ifjúságáért Egyesület hagyományőrző népi játék csoportja által megrendezett Hírkos Vetélkedő legény kategóriában 3. helyezést ért el. Kitüntetéséhez szívből gratulálunk! Tiszafüred város kiváló általános iskolai tanulója Zsólyomi Csilla Zoé. Zoé sajnos nem tud ma itt lenni velünk, de hallgassák meg méltatását. Csilla tisztelettudó, példás magatartású és szorgalmú tanuló. Munkájában precíz, alapos és céltudatos. A humán és művészeti tantárgyak a kedvence. Tovább tanulni is ilyen irányban szeretne. Többször ért el szép eredményeket Nobel-díjas pályázatokon és rajzversenyeken. Tavaly a Kispál Múzeum által szervezett Talicki Endre emlékét keretében meghirdetett pályázaton novellaírás kategóriában külön díjat kapott. A városi szervezésű adventi rajzpályázaton 6. osztályos korában 1. díjat vehetett át. Az elmúlt tanévben magyarból a Bólyai csapatverseny tagjaként 6. helyezést értek el. Az idei évben a Bólyai versenyen csapatuk magyarból 18. természettudományos kategóriában pedig 53. helyen végzett. Felnőttes komoly gondolkodásával, az osztályközösség formálásában nagy segítsége volt osztályfőnökének. Iskolai és városi ünnepségeken is rendszeresen fellép. Szívből gratulálunk! Alpolgármesterünk, köszönjük szépen! A Kossuth Lajos Gimnázium 8 osztályos gimnáziumi tagozatának kitüntetései következnek. A díjak átadására felkérem Mester Marian képviselőasszony. Tiszafüred város kiváló tanulója Tudesze Petra. Petra magatartása és szorgalma példás. Tanulmányi eredménye mindig kitűnő volt, a legtöbb tantárgyból dicséretet kapott.
Az osztály közösségi életében aktívan részt vesz, szívesen szerepel közös fellépéseken. Az osztály egyik mozgatórugója, tagja az iskolai diákönkormányzatnak és az énekkarnak is. Segítő kislány, akit osztálytársai kedvelnek. Csendes, kitartó, tisztelettudó tanuló. Szívesen vesz részt versenyeken, amelyekkel lelkiismeretesen készül. Életében fontos szerepet játszik a mazsolet. Versenyek alkalmával legtöbbször helyezett lett. Versenyeredményei. Az elmúlt tanévben a Bújai Magyar Csapatverseny megyei fordulójában csapata a második helyezést érte el. A 8 osztályos tanulmányi versenyen helyesírás kategóriában első helyezett lett. Az idei tanévben a Bújai Matematika Versenyen csapatával bejutottak az országos döntőbe. A karcagi kistérségi angol tanulmányi versenyen az idén harmadik helyezést ért el. Szívből gratulálunk! Tiszafüredváros kiváló tanulója Józsa János Zoltán. Józsa János Zoltán rendkívül széles látókörű, logikus gondolkodású, kimagasló képességű és nyitott diák. Nagyon sok dolog iránt érdeklődik, jó rálátása van a természettudományos törvényszerűségekre. A tavalyi tanévben kitűnő tanulmányi eredménye büszkélkedő tanuló, sok tantárgyból dicsérettel zárta a tanévet. Szorgalma példaértékű. Az osztály közösségének aktív tagja, aki mindig segítőkész, szívesen elmagyarázza a többieknek a tananyagot, ha szükséges. Szereti és érti a matematikát, ezt mutatják versenyeredményei. Mind egyénileg, mind pedig csoportosan is szívesen megméretteti magát versenyeken. Eredményei. Bolyai anyanyelvi csapatverseny megyei forduló harmadik helyezett. Túrkevei Petőfi Sándor általános iskola levelezős matematika verseny döntő első hely. 8 osztályos gimnáziumok regionális tanulmányi versenye matematika második hely. Szívből gratulálunk! Tiszafüredváros kiváló tanulója, Pásztor Fanni Milena. Fanni rendkívül tájékozott, nyitott gondolkodással, széles látókörrel, világlátással rendelkező, tehetséges diák, aki idén februárban komplex felsőfokú angol nyelvvizsgát tett, habár még most töltötte be a 14. életévét. Az angol nyelv iránti szeretete és elkötelezettsége már egész korán megmutatkozott. Az elmúlt években sorra nyerte a különböző nyelvi versenyeket, megmérettetéseket. Nyelvtudása kimagasló, tanára és osztálytársai egyaránt nagyra becsülik rá termettségét. A kedvenc tantárgyával való foglalkozás nem csak iskolai feladat számára, hanem hobbi, szórakozás is egyben. Kiváló nyelvérzékét az is mutatja, hogy az angol nyelven kívül a francia nyelvvel is barátságot kötött. Az idegen nyelveken kívül a többi tantárgyban is kimagasló eredményeket ér el, melyeket kitűnő bizonyítványai és számos dicsérete is igazol. Tudása, szorgalma, felelősségérzete és kötelességtudata példaértékű társai számára. Legfontosabb eredményei. Engrid, nemzetközi olvasóverseny 2018 5. helyezés. Langvest országos tehetségkutató verseny 2018 és 2019-ben is első helyezés. Neumann angol verseny 7. osztályosoknak 2018 első helyezés. London Bridge országos angol tesztverseny 2., 3. és 5. helyezés 2017-ben, 18-ban és 19-ben. Litterátum angol nyelvi verseny megyei első helyezés és országos 2. helyezés. 8 osztályos gimnáziumok regionális tanulmányi versenye 2019 angol nyelv első helyezés. Varázstorony országos fizika betérkedő 2019-ben ezüst fokozat. Szívből gratulálom! Tiszafüredváros kiváló tanulója Nagy Tímea. Tíme a kedves, intelligens, szeretetre méltó személyiség, akire méltán néznek fel osztálytársai. Szorgalma, kitartása, céltudatossága példaértékű az intézmény valamennyi diákja számára. Tanulmányi eredménye kimagasló, a tagozat minden eddigi osztályát kitűnő eredménnyel és rengeteg dicsérettel zárta. Kedvenc tantárgyai a matematika és az angol.
Számos tanulmányi versenyen indul, nem csak ebből a két tárgyból, hanem irodalomból, nyelvtanból, valamint a természettudományos tárgyakból is. Tanulmányi munkáján túl időt és energiát szakít osztályközösségének építésére is, aktívan részt vesz az osztály által bemutatott előadásokon. Ötleteire, képzelő erejére mindig számíthatnak jó kezdeményezők. Eredmények. London Bridge országos angol tesztversenyen országos 5., 3. és 6. helyezést ért el 2017, 18 és 19-ben. 8 osztályos gimnáziumok regionális tanulmányi versenye 2017-ben matematikából 2. helyezés. Varga Tamás matematika verseny 2019 megyei 1. hely. Kenguru matematika verseny 2019 megyei 1. hely. Bendegúz nyelvész verseny megyei 2. és megyei 3. hely. Zsimonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny megyei fordulója 3. és 4. hely. Színes tinták magyar irodalom verseny döntője országos 4. hely. Bójai matematika verseny megyei 1. helyezés és megyei 3. helyezés. Bójai anyanyelvi csapatverseny megyei 1. hely és országos 21. helyezés. Bójai természettudományi csapatverseny 2019 területi 3. helyezés. Varázstorony országos fizika vetélkedő ezüst fokozat. Szépből gratulálunk! Tiszafüredváros kiváló tanulója Szűcs Evelin. Evelin művelt, gyors észjárású diák. Gazdag érzelemvilágának alapköve az őszinteség és a becsület. Szorgalma, iskolai munkája, segítőkészsége példaként állítható bármely diák elé. Szívesen és lelkesen vesz részt egyéni és csapatversenyeken, ahol kiemelkedő eredményeket ér el, akár humán, akár reáltantárgyról van szó. Ha választania kellene azonban a tárgyak közül, akkor az első helyen biztosan az idegen nyelvek állnának, különösen a német nyelv. Tudásának biztos alapjait mutatja az elmúlt 7 és fél év valamennyi kitűnő bizonyítványa. Legfontosabb eredményei. Bójai anyanyelvi csapatverseny megyei 1. helyezés 2018 és 19-ben, országos 21. helyezés 2019-ben. Bójai matematika csapatverseny megyei 1. hely és országos 28. hely 2018-ban, megyei 3. helyezés 2019-ben. Bójai természetismereti csapatverseny megyei 3. helyezés 2018-ban. Színes tinták magyar irodalomverseny országos 15. helyezés. 8 osztályos gimnáziumok regionális tanulmányi versenye német nyelv 2. helyezés. Szívből gratulálok! Köszönjük szépen, képviselőasszony! A Kossuth Lajos gimnázium tanulóinak kitüntetése következik. A díjak átadására felkérem Sturz Márton képviselő urat. Tiszafüredváros kiváló középiskolai tanulója Beke Zsondó. Zsombor céltudatos, komoly, intelligens fiatalember. Szorgalma, magatartása példaértékű. Tanulmányi eredménye kitűnő vagy jeles. Megszereztem angol nyelvből a komplex középfokú nyelvvizsgát. Az idei tanév végén előrehozott középszintű érettségítek angol nyelvből. Eredményei. 2018-19-es tanév, fiatalok a nemzetközi kapcsolatokban kultúrák közötti párbeszéd országos 2. hely. 2019-2020-as tanév, fiatalok a nemzetközi kapcsolatokban, a Dunamenti Népek Közössége országos 2. helyezés. 2018-2019-es tanév, Euroszkor országos verseny 2. helyezés, melynek jutalmaként Strasbourgba utazhatott csapattársaival. Szívből gratulálunk! Tiszafüredváros kiváló középiskolai tanulója, Dékány Bence. Bence csendes természete ellenére osztálytársai sokat adnak a véleményére. Komoly, kiemelkedő szorgalmú, tisztelettudó diák. Matematikából már évek óta kiemelkedő eredményeket ér el megyei versenyeken.
tanulmányi átlaga kitűnő. Középfokú komplex nyelvvizsga után megszerezte a felsőfokú írásbeli nyelvvizsgát és angol nyelvtudó eredményeit. 2017-es 18-as tanév, Várhelyi Ferenc matematika verseny, megyei 4. hely. Zrínyi Ilona matematika verseny, megyei 6. hely. 2018-19-es tanévben Várhelyi Ferenc matematika verseny, megyei 3. hely. Zrínyi Ilona matematika verseny, megyei 9. hely. 8 osztályos gimnáziumok regionális tanulmányi versenye, matematika 2. hely. Kenguru matematika verseny, megyei 5. hely. 2019 és 2020-as tanévben Várhelyi Ferenc matematika verseny, megyei 2. helyezés. Szívből gratulálunk! Tiszafüred város kiváló középiskolai tanulója Gyöngy András. András az osztály egyik meghatározó személyisége, a diák önkormányzat képviselője. Rendszerint részt vesz az iskolai előadásokban, az osztály műsorainak címszereplője. Példás magatartású és szorgalmú, eredményes tanuló. A gimnázium Európai Parlament nagykövet iskolája, és András junior nagykövetként tevékenykedik már 2. éve. Sokat tesz azért, hogy diáktársai informálja az Európában és az Unióban történő fejleményekről. Junior nagykövetként járt a strasbourgi és brüsszeli európai parlamentben is. A Budapesti Műszaki Egyetem gazdaságtudományi karán szeretne tovább tanulni. Eredményei: 8 osztályos gimnáziumok vers és prózamondó versenye 2017 és 18-as tanévben 2. helyezés. A 2018-19-es tanévben 1. helyezés. Fiatalok a nemzetközi kapcsolatokban 2018-19-es tanévben és a 2019-2020-as tanévben országos 2. helyezés. 2018 és 19-es tanévben a 28. városi vers és prózamondó versenyen 1. helyezés. Forduló csapatverseny megyei 9. hely. A 24. országos szónoklat versenyen 2019-ben külön díjat kapott. 2019-ben a városi vers és prózamondó versenyen 1. helyezést ért el. Gratulálunk! Tiszafüred város kiváló középiskolai tanulója Törőcsik István. István tanulmányi eredménye minden évben kitűnő volt. Dicséretei számát ő maga is nehezen tudná megszámolni. Sok oldalon tehetséges, precíz fiatalember. Az osztályban közkedvelt a segítőkészsége és nyitottsága miatt. Sajátos humorával gyakran megnevezheti környezetét. A tanulás mellett mindig kapható a kulturális műsorokban való részvételre. Tovább tanulása érdekében angolból komplex középfokú nyelvvizsgát szerzett. Mindezeken túl a focira is csült ideje, melyet évek óta aktívan űz, és a gimnázium hírnevét többször örökítette is eredményes játékával. Az elmúlt esztendőkben számos alkalommal képviseltek iskoláját különböző tantárgyi és sportversenyeken. Legfontosabb eredményei: 8 osztályos gimnáziumok regionális tanulmányi versenye matematikából 2018-ban 3. helyezés, 2019-ben 2. helyezés. 12 életvitel és szociális kompetencia művészeti pályázat vers kategória 1. helyezés. Tagja volt annak a csapatnak, amely a Euroszkóla nyerteseként kiutazható Strasbourgba, az Európai Parlamentbe. Szívből gratulálunk! Tiszafüred város kiváló középiskolai tanulója Nagy Csenge. Csenge céltudatos, szorgalmas diák, aki a gimnáziumi tanulmányai megkezdése óta határozott jövőképpen rendelkezik, és ennek elérése érdekében mindent megtesz.
A négy év során számos olyan versenyen vett részt, mely szélesítette látókörét és ismereteit. A gimnázium elnyerte az Európai Parlament nagykövet iskolája címet, Csengye junior nagykövetként tevékenykedik már második héten. Ezen tisztségéből kifolyólag számos helyen és rendezvényen képviselte már az intézmény. Többek között a strasbourgi és brüsszeli Európa Parlamentben. 2018-19-es tanévben elért eredményeit. Lauder Innovációs Maraton, Preisberg Központ különdíja. Fiatalok nemzetközi kapcsolatokban kultúrák közötti párbeszéd, országos 5. helyezés. Hétköznapok Európája verseny, országos 11. helyezés. Euroszkóla vetélkedő, országos 1. helyezés. For for Europe csapatverseny, megyei 9. hely. Szívből gratulálunk! Köszönjük szépen, képviselő úr! A Karcagi Szakképzési Centrum Hámori András szakgimnáziuma és szakközépiskolája kiváló tanulóinak kitüntetése következik. A díjak átadására felkérem F. Kovács Sándor képviselő urat és Újvári Imre polgármester urat. Tiszafüredváros kiváló középiskolai tanulója Szőnyi Imre. Imre a szakgimnázium informatika szakmacsoportban folytatja tanulmányait. Pármunkában és csoportos feladatokban szívesen nyújt segítséget társainak, bárki fordulhat hozzá kérdéseivel. Tanáraival és diáktársaival szemben is tisztelettudó, barátságos, közvetlen fiatalember, segítségére bármikor lehet számítani. Az osztályban nagyon jól beilleszkedett, mindenkivel barát viszonyt ápol. Szívesen és aktívan vesz részt vetélkedőkön, iskolai rendezvényeken. Érdemjegyei magatartása, hozzáállása, barátságos viselkedése, segítőkészsége és legfőképpen szorgalma példaértékű. Szívből gratulálunk! Tiszafüredváros kiváló középiskolai tanulója Kacsándi Bálint. Bálint Zirc környékéről költözött édesapjával tavaly nyáron Kuroszkóra, és kőműves tanulóként kezdte meg az őszi tanévet. Gyorsan megszerettette magát. Tisztelettudó és nagy türelemmel van mindenki iránt. Törekszik a minél jobb eredménye elérésére, melyet fél évi bizonyítványa is tükröz. A Szabóki Adolf ösztöndíj programot a lehetőség és motiváltá teszi. Jelenti a szakma szeretete, szívesen segít és közreműködik az iskola által szervezett szakmákat bemutató eseményeken, rendezvényeken. A diák önkormányzat tagjaként minden diák rendezvényen lelkesen részt vesz, plusz feladatokat is vállal. Kimagasló teljesítményünk a szakmai órákon, mindemellett labdarúgó versenyeken is szerepel. Szívből gratulálunk! Tiszafüredváros kiváló középiskolai tanulója Veres Margaréta. Margaréta rendkívül szorgalmas, érdeklődő és aktív tanuló. Tanulmányai során több rangos versenyen vett részt és ért el sikereket. 8. illési gasztrokupa, kismisszállás, diploma. Tarufesztivál, daruponyha receptverseny, bortobág, főétel kategória, 1. helyezés. Karácsonyváró süteményverseny, Tiszafüred, 1. helyezés. Szorgalmához minden napjaiban segítőkészsége, példás magatartása párosul. Az osztály egyik legjobb tanulójaként mind elméleti, mind gyakorlati tudásáról jó eredménye ad számot. Társai szeretik, adnak véleményére, az osztályközösség aktív tagjaként a szervezésben, valamint iskolai rendezvényeken is lehet számítani a segítségére. A szakács szakma rejtelmeit igyekszik lehetőségeihez mérten, minél mélyrehatóbban elsajátítani. Szívből gratulálunk! Tiszafüredváros kiváló ifjúsági sportolói díjak átadása következik. Tiszafüredváros kiváló ifjúsági sportolója az idei évben Kulcsár Csengő.
Csenge sajnos nem tud részt venni ünnepségünkön, a díját majd egy későbbi időpontban veszi át, azonban engedjék meg, hogy felolvassam a méltatását. Csenge osztályában és iskolájában is kiemelkedő sportegyéniség. Az idei év teljesítménye alapján kijutott az ifjúsági sípvízi Európa-bajnokságra, az ifjúsági maraton Európa-bajnokságra és az olimpiai reménységek versenyére. Már kisgyermekkorától versenyszerűen kajakozik, az ifjúsági válogatott oszlopos tagja. Az edzéseken maximálisan részt vesz. Csapattársaival szemben mindig tisztelettudó és segítőkész. Sportegyesületében magatartása és szorgalma dicséretes, kitartása példaértékű. Eredményei. Diákolimpia országos fekvenyomás döntő, második hely. Ifjúsági síkvízi Európa-bajnokság K4 500 méter első hely. Ifjúsági maraton Európa-bajnokság K2 19 km második hely. Olimpiai reménységek versenye K2 200 méter első hely. Olimpiai reménységek versenye K4 200 méter negyedik hely. Utánpótlás országos bajnokság K2 200 méter első hely. Utánpótlás országos bajnokság K1 4000 méter harmadik hely. Felnőtt országos bajnokság K1 5000 méter harmadik hely. Felnőtt országos bajnokság K4 200 méter második hely. Maraton magyar bajnokság K2 19 km második hely. Felkészítő tanár Szabó Attila és Tudesze csapat. Szívből gratulálunk! Kiváló ifjúsági sportoló díjat vehet át Szabó Lili. Lili sem tud sajnos részt venni az ünnepségünkön, ő is egy későbbi időpontban veszi át majd a díját. Engedjék meg, hogy felolvassam az ő méltatását is. Lili kitartása, lelkiismeretessége, példás magatartása és közösségi hozzáállása már kisiskolásként megmutatkozott. Évek óta rendszeresen résztvevője az iskolai, városi, kistérségi sportversenyeknek, rendezvényeknek. Szorgalma, kitartása miatt méltó példaként állítható csapattársai elé. Testfelépítése és genetikai adottságainak köszönhetően maximális teherbíró képességgel rendelkezik. Eredményei. Fekvenyomás diákolimpia döntő első hely. Fekvenyomás diákolimpia csapatverseny döntő második hely. Olimpiai reménységek versenye K2 500 méter ötödik hely. Felnőtt gyorsasági magyar bajnokság K4 200 méter második hely. Felnőtt gyorsasági magyar bajnokság K4 500 méter harmadik hely. Felnőtt gyorsasági magyar bajnokság K4 1000 méter második hely. Felkészítő tanár Szabó Attila és Tudesze Csaba. Szívből gratulálok! Köszönjük szépen polgármester úrnak, képviselő úrnak arra kérem, hogy még maradjon. Díjátadáshoz kérem fel még Virág Tibor alpolgármester urat. Visszafüred város kiváló ifjúsági sportolója, Váldi Viktória. Viktória kitartása, lelkiismeretessége, példás magatartása és közösségi hozzáállása már kiskolás korában kimutatkozott. Évek óta rendszeres résztvevője iskolai, városi, kistérségi sportversenyeknek, rendezvényeknek. Szorgalma, kitartása példamutató. A City Gáz tiszafüredi kajakkenyő sportegyesület megbecsült tagja, eredményei. Ifjúsági maraton Európa bajnokság K2 19 km második hely. Olimpiai reménységek versenye K2 500 méter ötödik hely. Ifjúsági utánpótlás országos bajnokság K2 4000 méter második hely. Ifjúsági maraton magyar bajnokság K2 19 km második hely. Felnőtt magyar bajnokság K4 200 méter második hely. Felnőtt magyar bajnokság K1 5000 méter negyedik hely. Országos fekvenyomás diákolimpia döntő harmadik hely. Diákolimpiai labdarúgás megyei döntő második hely. Felkészítő tanár,
évben kívánom. Kiváló ifjúsági sportoló 2020-ban Pető Adél. Adél 11 éve kajakozik. Minden évben dobogón végez a korosztályos országos bajnokságokon. Így volt ez 2019-ben is. És eredményeivel már a 6. éve tagja az országos válogatottnak. Az országos bajnokságokon egyesben elért dobogós helyezései mellett 2019-ben ismét bejutott a nemzetközi szintére is, mivel a 32 ország részvételében megrendezésre kerülő olimpiai reménységek versenyén a magyar kajak 4-es tagjaként aranyérmet szerzett az 500 méteres versenyszámban. Az ifjúsági maraton világbajnokság válogatott versenyen, ahonnan az első két egység jut a világbajnokságra, párosban harmadik helyezést ért el, éppen lemaradva a VB-szereplésről. A kajaksporton kívül atlétikában is kiemelkedő eredményeket ért el évek óta iskolai csapatának tagjaként. A sport mellett tanulásban is maximálisan teljesül. 12 éve minden bizonyítványa kitűnő. Tanulmányi versenyeket sikeresen szerepel. Érettségére készül, közelmúltban szerezte meg a felsőfokú nyelvvizsgát angol nyelvvel. Eddig 4 alkalommal adományozta az Emberi Erőforrások minisztere Magyarország jó tanulója, jó sportolója címet számára, amit az idei tanévben is elnyert. Eredményes tanulmányi munkájával és kimagasló sport teljesítményével érdemelte ki ezt a címet. Eredményei: olimpiai reménységek versenye, Pozsony, K4 500 méter első hely. Országos maraton bajnokság, K1 18 km harmadik hely. Országos gyorsasági bajnokság, K1 1000 méter harmadik hely. Felkészítő edző, világrekord. Szépről gratulálunk! Tiszafüredváros kiváló ifjúsági sportolója Pető Anna. Anna 5. éve kajakozik, jó mozgású versenyző. Országos bajnokságokon évek óta bérli a dobogós helyek egyikén. Céltudatos, jó közösségi ember. Egyéniben és csapatban is fejet elszállítani. Sok oldalúságát az is bizonyítja, hogy az iskolai versenyeken is tudásának legjobb átadja. Tanulmányi eredménye kitűnő. Testvérével együtt idén ő is elnyerte a Magyarország jó tanulója, jó sportolója címet. 2019-ben elért eredményei alapján beválogatták az országos kajak válogatóba eredményeit. Országos maraton bajnokság első helyen. Országos vidéki bajnokság második. Országos síkvízi bajnokság második hely. Felkészítő edző, Fülöp János. Szívből gratulálom! Kiváló ifjúsági sportolói díjat vehet át Bertalan Máté. Máté szorgalma kimagasló, magatartását, a nagyfokú igazságérzet, megbízhatóság és segítőkészség jellemző. Akaratáért ereje példaérték társai számára. Jó tanulmány eredménye mellett rendkívül aktívan vett részt az osztály, illetve az iskola közösségi munkájában. Eredményei: országos utánpótlás bajnokság, K4, 500 méter, harmadik hely. Országos utánpótlás bajnokság, 3x200 méter váltó, első. Felkészítő edző, Szabó Attila. Szívből gratulálom neki! Tiszafüredváros kiváló ifjúsági sportolója 2020-ban Újvári Zsombor. Zsombor 7 éve a Tiszafüredi Városi Sportegyesület szakmunkatója. Már az első edzésen lehet látni,
imádtam ezt a sportágat, és mindent meg azért, hogy jó legyen. Társai nagyon szeretik, jókedélyű, közösségi ember. A sok edzések mellett az eredménye azt mutatja, hogy a Bozsi tornákon többször is megválasztották a torna legjobbjának. 2019-ben pedig második lett a megyei U14-es bajnokságon, ahol még fiatalnak is számított. A mostani szezonban már húzó emberré nőtte ki magát. A sport mellett a tanulás is nagyon fontos szerepet játszott életében. Eredményei. Megyei U14-es bajnokság második hely. Évvégi Bozsi torna első hely. Jász-Nagykun-Szolnok megyei terembajnokság harmadik hely. Felkészítő edző Bóza László. Szívből gratulálom! Kiváló sportoló díjban részesül Kota Szabina. Szabina a Kossuth Lajos Gimnázium lánycsapatának vezéregyénisége. Nagy munkabírású, intelligens játékos. Küzdőszelleme, hozzáállása példaértékű. Játéka ösztönző elhatásaira. A csapat sikeres szereplésében meghatározó szerepe van. Eredményei. Diák Olimpia megyei döntő második hely. Magyar bajnokság U19 negyedik hely. Diák Olimpia megyei elődöntő első hely. Felkészítő tanár Dányi Zsolt. Szépen gratulálom! Tiszafüredváros kiváló ifjúsági sportolója Cinege Viktor. Viktor már harmadik éve tagja a Tiszafüredi Városi Sportegyesületnek. Fejlődése folyamatos, a 2019-es évben kiemelkednek eredményei csapatszinten és egyénileg is. Meghatározó szerepet töltve többek között az U16-os és U19-es csapatban is. 2019 nyarától a felnőtt csapatnak is tagja, ahol fiatalkora ellenére életjátékot mutat. Ez bizonyítja, hogy ősszel 17 alkalommal is pályára lépett a felnőtt csapatban. Szorgalma és kitartása példaértékű a korosztályában. Eredményei. Megyei U16-os bajnokság második hely. Megyei első osztályban felnőtt őszi bajnok. Felkészítő edzők Tóth Tibor, Torcsák Zoltán és Bóza László. Szívből gratulálok! Kiváló sportolói díjat vehet át Seru Camár. Már 5 éves kora óta focizik egyesületi szinten. Már a kezdetektől látni, hogy olyan érzéke van ez a játékhoz. 27-es korosztályban a tiszafüredi csapattal sorra szereztek dobogós helyezéseket országos tornákon. Már fejlődése töretlen maradt, aminek az eredménye az lett, hogy 2019 őszén a Debreceni Labdarúgó Akadémia leigazolta őt. Eredményei. Nemzetközi Karnevál Kupa 4. helyezett. Nemzetközi Karácsony Kupa 1. helyezett. Márk a sport mellett a tanulásra is nagy hangsúlyt fektet, ugyanis több tanulmányi versenyen képviselte iskoláját és Tiszafüredet. További eredményei. Tiszató Kupa 1. helyezett, illetve gólkirály. Hajdú-Bihar megyei U11-es középdöntő. Felkészítő edző Dorcsák Zoltán. Szívből gratulálok! Tiszafüredváros kiváló ifjúsági sportolója Kántor László. Laci a Városi Sportegyesület korosztályos csapatainak egyik legjobb kapusa. A heti 3 edzésen kívül rendszeresen részt vesz kapus edzéseken, mely egyértelműen látszik a teljesítményén. Magabiztos, koncentrált játékos. Tornákon többször megválasztották a torna legjobb kapusának. A tanulásra hanyagolja el, több tanulmányi versenyen is részt vett. Igazi közösségi ember, akit a csapattársai nagyon szeretnek. Eredményei. Jász-Nagykun-Szolnok megyei terembajnokság 3. hely. Megyei U14-es bajnokság 2. hely. Hevesi régiós teremtóra, torna 2. hely.
felkészítő edző Góza László. Szintén. Kiváló ifjúsági sportoló 2020-ban Soltész Bence. Bence 17 éves kora ellenére sok örömet szerzett már a Tiszafüredi Városi Sportegyesületnek. Az eleinte visszahúzódó játékos már a remek közösségi ember, és az iskolájában is nagyon sokan szeretik. Kezdetben kapusként szerepelt, de alkalomattán a mezőnyben is focizott, ahol szintén jól teljesített. Több kispályás tornánál alkotott maradandót, húzó embere volt csapatának. Mindig lehetett rá számítani, a tanácsokat szívesen fogadja. Tisztelettudó, jó lelkű, aki mindent megtesz azért, hogy Tiszafüredet méltón és büszkén képviselje. 10 éves öccse, szintén az egyesület igazolt labdarúgója. Eredményei. Jász-Nagykun Szolnok megyei terembajnokság, 3. hely. Megyei U14-es bajnokság, 2. hely. Hevesi régiós teremtorna, 2. hely. Felkészítő edző, Póza László. Szívből gratulálok! Köszönjük szépen a polgármester asszonyt! A következő díjak átadására felkérem Mester Marianna képviselő asszonyt. Tiszafüred város kiváló ifjúsági sportolója, Békányi Mink. Dilícia tudatos, kitartó, lelkiismeretes diák, igazi sportember. Az atlétika mellett a futball, a kosárlabda és a floorball is kedvelt sporttevékenysége. Szívesen indul az iskola színeiben ezeken a versenyeken szép eredményekkel. A City Gas Tiszafüredi Kajakkenu Sportegyesület versenyzőjeként országos serdülő válogatottal. Kajakutánpótlás országos bajnokságon K4 1000 méteren 5000 helyezés. Maraton országos bajnokságon K1 10 km 6. helyezett lett 2019-ben. Kitűnő bizonyítványával, példamutató magatartásával, szorgalmával és kiemelkedő sporteredményeivel méltó a kiváló ifjúsági sportolója. További sporteredményei. Megyei Diák Olimpia, mezei futóverseny, 3. hely, országosan 46. hely. Atlétika, megyei Diák Olimpia, 300 méteres sífutás, 1. hely. Országosan 17. hely. Atlétika, megyei Diák Olimpia, távolugrás, 3. 8 osztályos gimnáziumok sportversenye, távolugrás, 1. hely. 8 osztályos gimnáziumok sportversenye, 8x200 méteres váltófutás, 1. hely. Felkészítő tanár, magyar népvicere, Andra. Szívből gratulálunk! Kiváló ifjúsági sportoló 2020-ban Tamás Márk. Pályafutása során igen eredményesen szerepelt, kétszer a Diák Olimpia országos döntőjébe is bejutott. Többszörös megyei bajnok. Szívesen képviseli az iskoláját, a város versenyzése példaértékű. Eredményei. Diák Olimpia országos döntő 300 méter 23. hely. Diák Olimpia megyei döntő 300 méter 1. hely. Diák Olimpia megyei döntő és labdahajítás 2. hely. Felkészítő tanár Rányi Zsolt. Szívből gratulálunk! Kiváló ifjúsági sportoló 2020-ban Szegedi Bence. Bence életében kiskora óta komoly szerepet tölt be a kosárba. Nagy szerepe volt abban, hogy a gimnáziumban elinduljon a kosárlabda szakkör. Az edzéseken mindig erőfelül teljesít, társai előtt követendő példaként áll. A csapat tagjait segíti, igyekszik átadni tudását. Amikor mások már az öltöző felé veszik az irányt, Bence még folytatja önálló munkáját,
dobóedzés formájában. Szorgalma nem csak a pályán, de a bizonyítványában is megmutatkozik. A sporton kívül rendszeresen vesz részt tanulmányi versenyeken. Felsőfokú, komplex nyelvvizsgával rendelkezik angol nyelvből. Céltudatos és kitartó személyiség. Ősztől a Budapesti Műszaki Egyetem mérnöki informatikus hallgatója. Eredményei: Jászkun torna, megyei 3. hely. B33 diákolimpia 5. hely. Felkészítő tanár Virág Imre. Szívből gratulálunk! Tiszafüred város kiváló ifjúsági sportolója, Nagy Lola Judit. Lola 6 éve aktív tagja a Mazsolett Egyesületnek. Fiatalabb társai munkáját segíti, szorgalmas, a Mazsolett mellett a tanulásra anyagolja el. A csoportos koreográfiákon túl vállalkozik páros, illetve szólós produkciókra is, ahol több alkalommal dobós helyezéseket ért el. Állandó résztvevője a próbáknak, helyi, környékbeli, illetve külföldi fellépéseknek, mint Lengyelország, Litvánia és Portugália. Eredményei: Budó országos mazsolett és modelltánc verseny, csoportos fotós kategória, első helyezés, eszközös kategória, első helyezés, pompom kategória, első helyezés, páros fotós kategória, második helyezés. 15. siófoki vándorkupa verseny, csoportos botos kategória, 3. helyezés. Felkészítő tanár Bán Melinda Tünde. Szívből gratulálunk! Köszönjük szépen, képviselőasszony! A következő díjak átadására felkérem Sturc Márton képviselőt. Kiváló ifjúsági sportolói díja vehet át Orbán Alexa. Alexa 6 éve aktív tagja a Mazsolett Egyesületnek. Alapossága, szorgalma a Mazsolett mellett a tanulmányi eredményén is megmutatkozik. Kitűnő tanuló, mióta elkezdte az iskolai tanulmányát. A csoportos koreográfiákon kívül minden évben vállalkozik páros produkciókkal is, ahol több alkalommal dobogós helyezést ért el a versenyeken. Tiszafüred hírnevét versenyek környékbeli települések fellépésein, illetve külföldi utak alkalmával is népszerűsíti, mint Lengyelország, Litvánia, Portugália. Eredményei: Budó országos mazsolett és modelltánc verseny csoportos botos kategória első helyezés, eszközös kategória első helyezés, pompom kategória első helyezés, páros botos kategória második helyezés. 15. siófoki vándorkupa verseny csoportos botos kategóriában 3. helyezés. Felkészítő tanár Wagner Inga Tünde. Szívből gratulálunk! Tiszafüred város kiváló ifjúsági sportolója, Antal Viktória. Viktória a legidősebb korosztály fellépőinek és versenyzőinek elismert és sikeres tagja. Modern tánc kitűnő választás volt számára. Mosolya a fotókon is tükrözik a tánc iránti szeretetét. Fegyelmezett és kitartó mind a fellépéseken, mind a versenyeken. Kedves és figyelmes a kisebb növendékekkel, akik csodálattal tekintenek rá. Példaképe az új generációnak. Eredményei: Szent Harmad Montfort Franciaországi Fesztiválban. Revolution tavaszi kupa, nemzetközi minősítő verseny, 2 arany, 2 ezüst, 1 bronz minősítés. Revolution téli kupa, nemzetközi verseny, kategória körülbelül. Felkészítő edző, Faragó Dudikéval. Szívből gratulálunk! Kiváló ifjúsági sportoló 2020-ban Székely Gabriella. Gabriella kitartó és tiszteletű. Bárki szívesen dolgozik vele párban, vagy csapatban. Szerint
szerint ugyanakkor igényes megjelenésével, a döntéseken, a belépéseken és a versenyeken tanúsító kiskárzásával, életvidám, mosolygós, kedves természetével, példaképül szolgál a kisebb vendégek számára. Eredményei. Szent Almánban, Franciaországi Fesztiválban. Revolution, tavaszi kupa, nemzetközi minőségű verseny, 2 arany, 2 ezüst, 1 hang minősítés. Revolution, téli kupa, nemzetközi verseny, kategória különböző. Felkészítő edző, a Rabó Júli. Kívánunk nekik vigasztalódást.
2020-ban Benedek Gábor díjat vehet át Csengeri Evelyn. Evelyn sajnos nem tud részt venni ünnepségünkön, díját ő is egy későbbi időpontban veszi át. Kérem, engedjék meg, hogy felolvasom a méltatását. Evelyn 10 éve kajakozik, és a kezdetektől fogva megmutatkozott a tehetsége. Gyermekkorú versenyzőként is érmeket nyert már az országos versenyeken, de pályafutásának eddigi csúcsát a 2019-es év jelentette. Első helyen végzett párosban a maraton országos bajnokságon, amivel kivívta a jogot a franciaországi Európa bajnokságon való részvételre, ahol aranyérmes lett. A maraton világbajnoki válogatón második lett párosban, így részt vehetett a Kínában megrendezett maraton világbajnokságon, ahonnan ezüstéremmel tért haza. Ezeket az eredményeket serdülőkorú versenyzőként az idősebb ifjúsági korosztályban érte el. A hosszú távú páros mellett saját korosztályában, rövid távon és egyes kajakban is eredményesen szerepelt. Az országos gyorsasági bajnokságon 200, 500 és 1000 méteren is döntőbe jutott, ahol harmadik, negyedik és ötödik helyeket ért el. Pozsonyban 32 ország részvételével megrendezett olimpiai reménységek versenyén kajak 1-es 1000 méteren bronzérmes lett. Kimagasló sport eredményei mellett megőrizte szerénységét, és tisztában van azzal, hogy a tanulás sem hanyagolhatja el. Kiváló tanulmányi eredményeinkkel büszkélkedhet. Töretlen kitartással és céltudatos munkájával szép jövő állhat még előtte mind a sport, mind a tanulás terén. Verseny eredményei. Maraton világbajnokság, Kína, K2, 18 km, második hely. Maraton Európa bajnokság, Franciaország, K2, 18 km, első hely. Maraton országos bajnokság, K2, 18 km, első hely. Olimpiai reménységek versenye, Pozsony, K1, 1000 méter, harmadik hely. Országos gyorsasági bajnokság, K1, 1000 méter, harmadik hely. Felkészítő tanár, Virág Tibor. Szívből gratulálunk! Benedek Gábor díjat vehet át Vince Viktor és Vince Valentin. Viktor és Valentin 6 éve kezdett kajakozni. Szorgalmasak, jó mozgású versenyzők, évek óta régiós válogatott kerettagok. Az edzéseken az előírt feladatokat céltudatosan végzik. Csapatemberek nem csak párosban, hanem 4-es hajóegységben is. 2019-ben minden versenyen dobogóra állhattak, köztük az országos bajnokságon is 3 éremmel tértek haza. Tisztelettudók és jó közösségi sportolók. Eredményei. Országos maratonbajnokság, K2, 1000 méter, 3. hely. Országos síkvízi bajnokság, K2, 2000 méter, 2. hely. Országos diákolimpia, K2, 2000 méter, 2. Felkészítő tanár Fülöp János. Szívből gratulálok! Az év testnevelő tanára és az év edzője díjakat F. Kovács Sándor és Újvár Imre polgármesterről adják át. 2020-ban az év testnevelő tanára Kocka József. Haladási tempójának megfelelően differenciáltan szervezi.
egyéni segítségnyújtással biztosítja a továbbtanulásukat. Nagy gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására is, akiket szakkörökbe, külső egyesületekbe irányít. Tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat szervez, kézilabdás sportágban és játékfoglalkozásokat tart kicsiknek. Pályafutása során valamennyi alkalommal osztályfőnökként vezette tanítványait. Következetes, példamutató, közösségfejlesztő tevékenységet folytat, jelenleg testnevelés tantárgyat és földrajzot tanít. A kibővített iskolai vezetés tagja. A természettudományi munkaközösség vezetője. 2016-ban közoktatásvezető szakvizsgát tett. 2012-ben elvégezte a kölyök atlétika program tanítására feljogosító akreditált továbbképzést. A városi és megyei rendezésű diákolimpiai versenyek szervezésében lebonyolításában is részt vesz. Kézilabda és atlétikus sportágban tanítványai a megyei diákolimpiai döntők gyakori résztvevői. Jelenlegi és volt tanítványai nagy szeretettel és tisztelettel gondolunk el. Szívből gratulálunk! Az év edzője 2020-ban Szabó Attila. Elfoglaltsága okán sajnos nem tud részt venni rendezvényünkön. Polgármester úrnak és képviselő úrnak köszönjük a díjak átadását. Kérem, engedjék meg, hogy felolvassam Szabó Attila méltatását. Szabó Attila 10 éve edző a Szifigász Tiszafüredi Kajakkenu Sportegyesületnél és a Kossuth Lajos Gimnázium testnevelő tanára. Vallja, hogy a versenyzői tanuljanak meg tisztán nyerni, vagy ha úgy adódik, emelt fővel veszik. Az összetartás, egymás segítése, a kölcsönös tisztelet váljon számunkra természetessé. A 2019-es versenyszezonban több nemzetközi és hazai versenyen is sikerült dobogóra állni a versenyzőinek. Síkvízi ifjúsági Európa-bajnokság, Kulcsár Csenger, K4, 500 méter olimpiai versenytáv első hely. Maraton Európa-bajnokság, Kulcsár Csenger, Fádi Viktória, K2, 19 km második. Olimpiai reménységek versenye Szabó Lili, Vágyi Viktória, K2, 500 méter, olimpiai táv, 5. hely. Olimpiai reménységek versenye Kulcsár Csenger, Fülöp Katina, K2, 200 méter, 1. hely, K4, 200 méter, 4. hely. Felnőtt para világbajnokság, Kis Erik, KL3 kategória, K1, 200 méter, B döntő, 7. hely. Versenyzői 4 országos bajnoki arany, 4 ezüst, 4 bronz és még sok bajnoki pontot lapásolnak össze. Mivel a napi mozgás az egészséges élet része, következetesen behajtja diákjaim azzal a tudatossággal, hogy minél minőségibb életet tudjanak élni. A sport mellett megkölteli a gyerekektől, hogy az iskolában is képességei legjobbát nyújtva álljanak helyt. A kivételes tehetséget már pici korban észreveszi, a gyerekekben bátorítja, bíztatja őket. A hátrányos helyzetű gyerekekre külön odafigyel. 2020-ban az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Tehetségprogram keretében kiemelkedő eredményes és áldozatos tehetségfejlesztő munkája elismeréseként a Bonis Bona a Nemzet Tehetségeiért díjat adományozta részére. Szép örömmel. Tisztelt vendégeim! Tiszafüred város önkormányzata nevében köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat. Valamennyi díjazottnak szívből gratulálok. Ünnepségünk zárásaként a szózat elhangzása után megkérem a díjazottakat, hogy egy közös fotóra szíveskedjenek a színpadra fáradni. Ezután állófordásra várjuk minden kedves vendégünket. A szózat következik.